Eger városa a magyar gazdaság szimbóluma. Eger történelme, az Egerhez kötődő történelmi események a magyar nemzetudatnak nagyon fontos részét képezik. De azt hiszem, illetve meg vagyok győződve arról, hogy nekünk nem csak szimbólumokban kell gondolkodnunk, hanem leginkább cselekedetekben. Ezt követeli meg tőlünk a magyar nemzet jelene és jövője, az ezért érzett felelősség. Tesszük ezt egy olyan időszakban, amikor a 2010-es országgyűlési választásokat követően a magyar nemzetpolitikában új fejezetet nyitott a kormány. A parlament számos olyan döntést hozott az elmúlt másfél évben, amelyik ezeket a nemzetstratégiai kérdéseket hivatottak szolgálni. Ilyen volt a nemzeti összetartozás napjáról szóló döntés, ilyen volt az új alaptörvény megalkotása, és vélhetően ilyen lesz majd a választójogi törvény újra szabályozása. Számos lépés, számos döntés született, többek között annak érdekében, hogy egyszerűsített eljárással lehessenek magyar állampolgárok azok is, akik szülőföldjükön szeretnének maradni, Erdélyben, a Szeredéken, Kárpátalján, Vajdaságban, vagy éppenséggel máshol, de ugyanakkor szeretnék elnyerni, vagy visszanyerni magyar állampolgárságokat. Polgármesteri munkám egyik legszebb napja, egyik legszebb élménye volt, amikor az idén közel 90-en tettek állampolgársági esküt itt a városban Dobótéren. Ez jelzi, úgy gondolom, a város, a városi közigazgatás elkötelezettségét is a magyarság ügyeivel. De amire elnök úr utalt, a legeslegesebb, hogy a jövő generációt, a fiatalokat, egyrészt megismertessük ezekkel az értékekkel, és hogy belép váltáljunk egy hitet a jövő iránt, a közös magyar jövő iránt. És tegyük ezt úgy, hogy ez élményszerűen valósul meg, hogy nem, hogy úgy mondjam, csak száraz tényekkel ismertetjük meg őket, hanem olyan események, olyan alkalmakat hozunk létre, lett legyen ez tanulmány, kirándulás és a legkülönbözőbb formák és események, amelyekkel érzelmileg is meg tudjuk érinteni őket. Hogy tudják, hogy a gyökereik mélyen és erősen tartanak egy olyan hatalmas várt, amely Kárpát-medencei egy magyarság jelenét és jövőjét jelenti. Szeretném megköszönni igazgató úrnak a kezdeményezést, és azt mondhatom, hogy mivel Eger ez idáig is kapcsolódott a Rákóczi Szövetség kezdeményezéséhez, és egyike voltunk azon önkormányzatoknak, akik országosan is felhívással értek más önkormányzatokhoz, kis térségi társulásokhoz, hogy segítsék a határon túli magyar fiatalok iskoláztatásának ügyét. Most ezeket a kezdeményezéseket is tovább folytatjuk, és nagyon örülök annak, hogy a Rákóczi Szövetségnek Eger városa, az egyéb oktatási intézmények erős bázisát adják majd, külön segítettel a kereskedelmi iskolánkra. Köszönöm neki ezt a figyelmet. Azon leszünk, hogy Eger hímlevédni a nemzetutatban elfoglalt helyét tovább erősítsünk a hozzánk látogatban határon innen, a Magyarország jelenlegi határaitól 500 kilométerre van egy 13.500 négyzetkilométer terület, ahol 650.000 székely, azaz magyar ember él, úgy, hogy kisebbségi sorba szorulva is a szülőföldjén, az ősei szálláshelyek többségét megőrizte. Miért fontos az, hogy székelyföldről beszélünk és a székely autonómia törekvésekről? Azért, mert ahhoz, hogy a jövőben is a székelység a többségét a szülőföldjén meg tudja tartani, az elengedhetetlen
önkormányzás, a területi önkormányzás, hivatosztóval az autonómiai intézmények meg tudjuk teremteni, és saját erőnk ehhez kevés. Az egész magyar társadalomnak, Magyarországnak, minden magyar ember együttérzésére ehhez szükség van. Így indultunk el, és nem csak a magyar kormányról beszélünk ilyenkor, és nem csak azt várjuk, hogy Magyarország kormánya vállalja a nemzetközi fórumokban és államközi kapcsolatokban, hanem Magyarország minden polgára, Magyarország önkormányzata és a civil szervezete is. Polgármester úr említette azt, hogy Egernek milyen kiemelt szerepe van a nemzettudatban. Én mindig úgy fogalmaztam, hogy magyar embernek megvan minden magyar embernek az az élmény, az az emléke, hogy egyszerre tanulja meg Eger városának a nevét, azzal az élménnyel, hogy először érzi azt, hogy büszke arra, hogy magyar. Van, aki még ez 10 éves, 12 éves korában következik be, amikor elolvassa az Eger csillagokat. És akkor kezdi el keresni a térképet, és akkor jelenik meg benne az a vágyakozás is, hogy egyszer megpillantsa az Egeri válfalajt. Így voltam én is ezzel is, Székelyföldön minden hozzám hasonló magyar ember, hiszen ez hozzátartozik ahhoz a közös, ahhoz az értékközösséghez, amelyet a nemzet egészen megérzik ezen a faktorja, hogy melyik részén.